motortér égett, kigyulladt egy autó orosházán. Fellobbant az első adventi gyertyagyújtás a főtéren. Szoros meccs idegenben, Csurgón játszott az UFK ese. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió december 3-ai keddi híradóját látják. Nézzük a részleteket! Kigyulladt egy autó hétfő reggel Orosházán. Egy gépkocsi motortere égett a Móricz Zsigmond utcában. A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral előbb körülhatárolták a tüzet, majd eloltották a lángokat. Az utastérre a tűz nem terjedt át, helyszíni tudósítónk szerint személyi sérülés nem történt. Idén is 24 ablak várja a főtéri adventi kalendáriumon, hogy kinyissák a város óvodásai. Elsőként a Petőfi Művelődési Központ ajándékát vették át a gyerekek, kedden az orosházi média meglepetése következett. Orosházán minden évben nagy izgalommal várják az óvodások, hogy mit rejt számukra a 24 ablak a rendezvénytéren álló adventi naptárban. Idén is nagy örömmel fogadta az első csoport a házikóban megbújó ajándékokat. December 1-én, advent első vasárnapján az Ifjúság utcai óvoda egyik csoportja nyithatta ki az ablakot. Ebben az évben 7 óvodától 23 csoport és 478 gyermek az, aki itt a mögöttem lévő házikóból különféle ajándékokat, kézműves foglalkozásra szóló invitációt, illetve képességfejlesztő játékokat tud majd a város felajánlói közül kapni. Az első alkalommal a Petőfi Művelődési Központ ajándéka várta a kicsiket. Ambrus Szabó Orsolya, az intézmény művelődés szervezője elmondta, színházjegyeket ajánlottak fel. Gyermek színházi előadásunk, ugye a Mici Mackó Bérlet sorozatunk következő előadására, ami a VSG Táncszínház Szépség és a Szörnyetek című táncos mesejátéka lesz. Nagy örömünkre szolgál egyébként, hogy a PMK Orosháza csapata idén is, ahogy ugye az előző években is hozzájárulhatott a még örömtelibb ünnepváráshoz a gyerekeknek. December 1-én a kulturális központ meglepetése mellett az evangélikus egyház ajándékai is ott lapultak a házikóban. Itt már a Forrás Református óvoda csoportja érkezik az adventi házikóhoz december 3-án. A gyerekek nagy lelkesedéssel nyitották ki az ajándékokat, amelyeket az orosházi média, a rétesbolt és kávézó és a Sára Galván Technika Kft. Ajánlott fel nekik. Az óvodások játékkonyhát kaptak, de a rétesboltba való üzemlátogatás lehetősége és az ajándékcsomagban rejlő édességek, eszközök is mosolyt csaltak az arcokra. Minden évben nagyon várjuk a gyermekekkel ezt az alkalmat, amikor kinyithatjuk az adventi házikóban az ablakot. Lázasan készülünk, és nagyon-nagyon örülünk ennek a rengeteg sok ajándéknak, amit kaptunk idén is. Az orosházi média ajándéka egy játékkonyha volt, amely a házikóban lapult a többi meglepetés között. Úgy gondoltuk, hogy az idei évben egy olyan ajándékot adunk a gyerekeknek, amely hosszú éveken keresztül hasznos lehet számukra, egy konyhát, ahol kreatívan játszhatnak, ahol főzőcskélhetnek. Három óvodás csoport már megkapta adventi ajándékát. December 24-éig azonban még minden nap kinyílik egy ablak, boldoggá téve az orosházi gyerekeket. Korcsolyapálya, zsíros kenyér és forralt bor is várta az orosháziakat a főtéren december 1-én. Advent első vasárnapján meggyújtották a gyertyát a város óriás koszorúján. Az ünnepi műsort ezúttal a Vörösmarty iskola diákjai adták. Forralt bor, török mogyoró és kürtös kalács illata lengte be vasárnap délután Orosháza főterét. Nem véletlenül, hiszen a frissen felállított korcsolyapálya szomszédságában álló faházikók szinte kivétel nélkül valamilyen finomságot kínáltak azoknak, akik együtt kívánták tölteni az advent első óráit. Ma földíszítettük a lakást mindenféle szépel és jóval, és minden hétvégén meggyújtunk egy adventi gyertyát otthon, ezzel hangolódunk a Jézuska várásra. Kim vagyunk minden évben. Az otthoni készülődés is megkezdődött, a lakásdíszítés, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Pláne, ahol vannak csemeték, nekem is unokám, úgyhogy a háznak ilyenkor már díszbe kell pompázni. Akik a melengető gondolatokon túl fizikálisan is szerettek volna átmelegedni a csípős hidegben, és számítottak a Rotary Klub orosházi szervezetének hagyományos forralt borára, ezúttal sem fogtak mellé. A megvendégelésen túl azonban másik nemes szándék is vezeti a klubtagokat. Ebben az évben a Muzsikáló Gyerekekért Alapítványt fogjuk támogatni, amely
támogatással 4 hangszert kívánunk számunkra megvásárolni, és ezzel a zenét tanuló gyerekeknek élhetőbb és jobb hangszereken való gyakorlási lehetőséget próbálunk biztosítani. Az ünnepi műsor kezdetére megtelt a tér a gyertyagyújtásra érkezőkkel, akiket Kálmán László, az Orosháza baráti kör elnöke után Orosháza ifjúsági referense köszöntött. Elmondta, ő maga nagyon szereti az adventi rendezvényeket, mert kellemes találkozásokra és beszélgetésekre adnak lehetőséget. Ezek a rendezvények remek példák a közösségi összefogásra, hiszen számos intézmény, szervezet és magánszemély együttműködéséből jönnek létre. Az összefogás és az önkéntesség pedig nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat a bőrükben és a lakóhelyükön is. A beszédet követően a Vörösmarty iskola diákjai álltak színpadra és karácsonyi énekekkel, versekkel alapozták meg a gyertyagyújtás hangulatát. Az első láng Magonyné Urbán Zsuzsanna jóvoltából lobbant fel, amely után az égősorokat is felkapcsolták, fénybe borítva a város fehér és aranyszínben pompázó adventi koszorúját. Az Orosháza és térsége gazdakör szervezésében gazdafórumot rendeztek péntek délután a művelődési ház Bubik termében. A rendezvény vendége volt a MAGOSZ elnöke Jakab István és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei vezetője dr. Kulcsár László is. Horváth József gazdaköri elnök köszöntötte a szép számmal érdeklődő orosházi és környékbeli gazdákat, és a fórum vendégeit, dr. Kulcsár Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnökét, és Jakab Istvánt, a MAGOSZ elnökét, az országgyűlés alelnökét. Azt szeretnénk, hogy azok az információk közvetlenül jussanak el, amik elmúlt hetekben, hónapokban foglalkoztatták a gazdákat, és hogy mi várható a következő 2021-től lévő időszakban az új pénzügyi Európai Uniós támogatási rendszerben. A fórumon dr. Kulcsár László beszámolt a gazdáknak az igazgatóság ez évben végzett munkájáról, és áttekintést adott a mezőgazdaság megyei helyzetéről. Fontos kérdésekről beszélt Jakab István, MAGOSZ elnök is. Ismertette a gazdálkodókkal a készülő új földtörvényt és annak szükségességét. A földtörvény, a földvédelme az kellőképpen működik, azonban ahhoz, hogy intenzíven tudjunk gazdálkodni, tudjunk segíteni az embereknek, hogy a családi gazdaságok megfelelő módon tudjanak működni, hogy az uniós elvárásoknak megfelelő módon tudjunk megfelelni, hogy a korszerű gazdálkodást tudjuk magas színvonalon végezni. Ehhez feltétlen szükséges, hogy azok a földek, amik összetartoznak egy családon, azok lehetőleg ne 12 táblában legyenek. Jakab István tájékoztatta a gazdákat a fórumon a mezőgazdaság Európai Uniós következő ciklusra szóló támogatásáról is. Jótékonysági sütinapot tartottak a Vezli iskola torna termében. Egy kerekesszékbe kényszerült 3 gyerekes édesanya lábprotézisére gyűjtöttek a november 30-ai rendezvényen. Karácsony közelettével sokakban megnő az adakozási kedv. November 30-án Nagy Néruc Éva 3 gyermekes édesanyja számára gyűjtöttek a szervezők a Vezli iskolában. Egy betegség következtében Éva elveszítette egyik lábát. Lábprotéziséhez 2 millió forint önrészre van szükség. Tavasz óta folyik a gyűjtés, de a sütinapig csupán 620 ezer forintot sikerült szereznie. 5 elszánt és segíteni kívánó nő magánemberként állt Éva mellé az ügyben. Megpróbálunk egy gyűjtést szervezni neki. Közeledik a karácsony, mindenki azért jótékonykodik, gondol a másikra, egy önzetlenség, egy kis jó indulat mindenkiben van, és úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy segítsünk neki ezt az önrészt összegyűjteni. A rendezvényre tárgyi és sütemény felajánlások érkeztek, ezen kívül pedig táncosok, bábosok és zenészek szórakoztatták a közönséget. Ehhez a jótékonysági naphoz mindenki úgy tett hozzá egy keveset, ahogy tudott. Volt, aki hajfonással, volt, aki masszázzsal. Egy közös cél vezérelt mindenkit, csökkenteni a majd 1,5 millió forint önrészt. Én úgy gondolom, hogy minden embernek, akinek szüksége van a segítségre, segíteni kell. Az teljesen mindegy, hogy milyen okból, legyen ez beteg vagy bármi, mindenkinek segíteni kell. A jótékonysági sütinapon 150 ezer forint gyűlt össze. Az idő szorít, kevesebb, mint 4 hónap van az önrész előteremtésének határidejéig, amiből még 1,2 millió forint hiányzik.
A szervezők bizakodnak, hogy tavaszig más úton még sikerül összegyűjteni ezt az összeget. Több száz évvel ezelőtti klasszikusok és a modern Hollywood. Jupiter, Vénusz és a születendő Jézus. Orgonazenei és időtlen zenei kommentárok kapcsolták össze ezeket a dolgokat Rákász Gergely szombatesti előadásán, amely ezúttal is nyitánya volt a hagyományos adventi turnéjának. Egyetlen budapesti premier előzte meg a szombati koncertet, amely alapján a siker szinte borítékolható volt. És azért is, mert a művész szinte hazajár Orosházára. Mint elmondta, az előadást most is hosszú ideig tartó, rendkívül tudatos tervezés előzte meg. Az elkészült műsort elsőként a rokonok, majd a barátok hallgatták meg, csak ezt követően lépett fel a nagy közönség elé. A Bachot sem nélkülöző, de elsősorban a kevésbé ismert Gustav Holstra építő hangversenyre hetekkel korábban elfogyott minden jegy, a hallgatóság az utolsó székig megtöltötte a Művelődési Központ koncerttermét. A műsor a zenék mellett kommentárokat és vetítést is tartalmazott. Aki az egész hetének terhét vitte magával, a koncert alatt letehette, de azok sem csalódtak, akik némi filozófiára, lelki táplálékra is számítottak. A koncertet két Gustav Holst művel fejezem be. Most tudom, hogy kevesen uralják körül a tévékészülékeket Gustav Holst nevét hallva, de azért mégiscsak ez már majdnem filmzene. Tehát, hogy 100 éves a bolygók szvit, amiben megkomponálja a naprendszerünket, és Hollywood a szemét is kilopta ennek a darabnak. Szóval tényleg a témákat, hangulatokat, de a legnagyobb hollywoodi alkotások vittek el Gustav Holst művéből, csak kevesen írták oda, hogy ki az ihlető. Nyílt napot tartottak 8. osztályos diákoknak és szüleiknek november 29-én a Székács József Evangélikus Iskolában. A tájékoztatót követően foglalkozásokon és önismereti tréningen vehettek részt a vendégek, de az intézmény diákklubja is bemutatkozott nekik. Kíváncsi 8. osztályosok várják, hogy megkezdődjön bemutató órájuk. November 29-én a Székács József Evangélikus Iskolában ismerhették meg a leendő középiskolások az intézmény kínálatát és jellegzetességeit. Ezt követően betekintést nyerhetek egy-egy tanórába is, melynek a megszokottól eltérően az iskola jelenlegi tanulói helyett ők maguk voltak aktív résztvevői. Azt szeretnénk, hogy a hozzánk érkező 8-osok az iskolánknak a hangulatából, abból vigyenek magukkal valamit, hogy az itteni tanárokkal körülbelül milyen lehet egy foglalkozáson, egy órán részt venni. A hatékonyabb lebonyolítás érdekében az órakeretet ezért megváltoztatták, hogy minden érdeklődő diáknak lehetősége legyen részt venni többek között az angol nyelv vagy biológia tantárgyakból tartott játékos felépítésű foglalkozásokon. Nagy Róbert hozzátette, az előzetes regisztrációhoz képest többen is eljöttek, hogy betekintést nyerjenek a gimnázium mindennapjaiba, így sikerként könyvelték el a kezdeményezést. November 29-én összesen 93 általános iskolás diák várta izgatottan a csengőszót, mely a feladatsor megoldásának kezdetét jelentette. Idén már 15. alkalommal rendezték meg az aranydobókocka járási területi matematika versenyt a Cina Sándor tagintézményben. Az iskola 2005-ben indította útjára hiánypótló szándékkal a város, illetve a járás általános iskolásainak szóló matematika versenyét, hogy az országos poron mellett helyben is kipróbálhassák magukat a diákok. Kezdetben csak a felső tagozatosokat várták, 2011 óta azonban már a harmadik és negyedik osztályosok is harcba szállhatnak az aranydobó kockáért, amely a verseny fődíja. Idén megosztott győzelem született. Varjú Márton, az evangélikus iskola, és Vicián Márk, a Táncsics gimnázium tanulója egyaránt 100%-os teljesítményt értek el. A népes mezőnyben asztalhoz ültek az orosházi általános iskolák és a kis gimnázium diákjai, de képviseltette magát Békés Sámson, Gádoros, Nagycénás mellett Dombegyház is. Az alsó évfolyamon a harmadik és negyedikes gyerekek versenyeznek, 11 és szintén 11 a negyedikeseknek is a résztvevő létszáma. Az ötödik és hatodik évfolyam a legnépesebb, 19 fős versenyzői létszámmal. A hetedikesek 17-en, a nyolcadikosok pedig 16-an vannak. Összesen tehát 93 gyermek versenyzik most az épületben. Nem az OFKS-e volt a hétvégi Csurgón lejátszott bajnoki mérkőzés esélyese. Radko Gyurkovics tanítványai alaposan megnehezítették a somogyiak dolgát, szoros meccset játszottak.
Nem feltétlenül az Orosháza volt az esélyese a csurgói fellépésnek, de ha a Mezőkövesd elleni második félidőt vesszük alapul, lehetett bizakodni a pontszerzésben. A mérkőzés első találata az ukrán válogatottban meghívott Bújnyenko nevéhez fűződött, igaz hamar jött is a válasz Astra Sapkintól. Fejfej mellett haladtak a csapatok, mindkét oldalon sok volt a rontás, a félidő első harmadában 4 teljes percig egyik oldalon sem rezdült meg a háló. A hazaiak sokat köszönhettek Rok Zaponság kapusnak, aki többször is megbabonázta az orosháziak lövőit. A félidő hajrája a hazaiaknak sikerült jobban, Astra Sapkin kétszer is betalált, és a szlovén Oszlak is megtréfálta a vendégek kapusát. Két gólos csurgói vezetésnél kért időt Ratko Gyurkovics, de ahelyett, hogy szűkítettek volna a hátrányon, a szünetig újabb gólt kaptak az orosháziak. Vehemensen kezdte a második felvonást az orosházi gárda, amely 4 perc alatt produkált egy 3-1-es szériát. Ezután ismét a hazaiak percei következtek. Hadzsi Omerovics és Vasics volt eredményes, így visszaállt a félidei különbség. Kapusuk továbbra is állta a sarat, bizony a helyzet kihasználással akadtak gondjai a zöld-sárga mezes alakulatnak. A vendégek azonban korán sem adták fel, az utolsó 10 percben megpróbáltak utána eredni a hazaiaknak, de továbbra is sok hiba csúszott a támadójátékba. Az újabb időkérés sem segített, és az amúgy esélyesebb csurgó otthon tudta tartani a 2 pontot. Gyurkovics edző a meccs utáni nyilatkozatában elmondta, hogy a játékosok akaratával, elszántságával ezúttal sem volt probléma, de a sok kihagyott helyzet ilyen szinten nem fér bele. Csurgói KK, Orosházi FK Selina már 22-20. Veterán labdarúgók fociztak november 30-án az Ötvös Iskola sportcsarnokában. 8 csapat mérkőzött meg egymással a Mátrai Sándor kupáért. Második alkalommal rendezte meg a Retro Labdarúgó Egyesület a Mátrai Sándor öreg fiúk téli kupát. A bajnokságra 8 csapat nevezett, 2 csoportban folytak a küzdelmek. Az Orosházi Retro Labdarúgó Egyesület második alkalommal rendezi meg a Mátrai Sándor öregfiúk téli kupát. Az idén sajnos 8 csapat nevezett csak. Öregfiúk tornáról van szó, 35-ös korosztálytól van. Ennek az öregfiúk korosztálynak is igény van a labdarúgásra. Az első játéknap után az A csoportot vezető Gelis Makkét játékosa Dávid Zsolt összegezte a veterán labdarúgók tornájának lényegét. A célunk az, hogy együtt legyünk, futballozzunk. Ez nagyon fontos már így 40 év fölött is, hogy sportoljunk. Ez egy ilyen közösségkovácsoló és a sport ereje. Az első mérkőzésünk jól sikerünk, nyertünk 4-1-re. A Mátrai Sándor téli kupa december 21-én folytatódik, ahol a nap végén már győztest is hirdetnek. Hír összefoglalónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. A motortér égett, kigyulladt egy autó Orosházán. Feldobbant az első adventi gyertyagyújtás a főtéren. Szoros meccs idegenben, csurgón játszott az UFK-ese. Önök az Orosházi Városi Televízió december 3-ai keddi híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb pénteken várjuk Önöket. Addig is olvassák az Orosz Café folyamatosan frissülő híreit. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!